Elkészült az első lakása a felújítás alatt álló Gát utca 3-ban. Nyári napközis táborok Ferencvárosban. Búcsúzott az Európa Ligától a Ferencváros csapata. 100 éves szépkorú köszöntése a Rádai utcában. Köszöntjük Önöket! Európai Uniós forrásból a József Attila terv első ütemeként 5 házat újítanak fel a Gát utcában és környékén. József Attila szülőháza, a Gát utca 3 is megújul. Az első úgynevezett mintalakás már el is készült. A József Attila terv első ütem megvalósításának előre haladtával a Gát utca 3. szám alatti épületben elkészült a 44 négyzetméteres első emeleti bemutató mintalakás, melyet dr. Bácskai János polgármester tekintett meg. Ez egy olyan lakás, amiben meg lehet nézni, hogy ebben a házban, illetve a másikban a Gát utca 5-ben is. Ez ugye a Gát utca 3 József Attila szülőháza, műemléki legvédett ház, az első olyan ház, amelyeket teljesen felújítunk. Meg lehet nézni, hogy milyenek lesznek a lakások. Meg tudjuk nézni, hogy az a minőség, az a kialakítás megfelel egyrészt a pályázati követelményeknek, másrészt a mi igényeinknek, hogy milyen új és szép otthonba költöztetjük majd a lakókat. Amint a lakást azért kellett kialakítani, hogy lássuk, hogy az összes többi lakásban milyen színek, burkolatok, berendezések lesznek kialakítva. A műemléki környezet miatt az, ami műemlékivé teszi ezt a lakást, ezek a homlokzati nyilászárók, amelyek a műemléki hivatal előírásai szerint lettek felújítva. Egyébként meg az összes többi lakás, ez egy normál lakhatásra alkalmas berendezési tárgyakat fog kapni, tehát gyakorlatilag beköltözhető lakások lesznek. Amit itt meg lehet tekinteni, a radiátorok kialakítását, hogy fognak kinézni, milyen színűek lesznek, parketta, burkolatok. A burkolatok úgy vannak kitalálva, hogy a fa és a padló burkolatok futnak egymással, tehát ebbe egy tervezői koncepció van. Gyakorlatilag erről szól a megtekinthetősége. Megrendelő el tudja dönteni, hogy az, ami a kiírásban szerepelt, az megfelelő-e a továbbiakban a többi lakásban szeretné módosítani, vagy ez így maradhat. Nagyon kellemesek a benyomásaim, hiszen nagyon sok apró részletben is figyelembe vették a műemléki jelleget, olyanokban is, amire én nem is gondoltam volna, például a padlónak a archaizált mintázatát és színét, a fűtőtestek állványra helyezését, és sorolhatnám még a sok finom apróságot, amitől még kellemesebb és lakhatóbb lesz, mint eddig bármikor. A nyári vakáció alatt sem kell unatkozniuk a ferencvárosi gyerekeknek, hiszen programok széles kínálatával várják őket a Molnár Ferenc és a Vörös Sándor általános iskola nyári napközis táborában. Már javában zajlanak a nyári napközis táborok Ferencvárosban, amelyek megkönnyítik a kerületi szülők életét, és emellett tartalmas elfoglaltságot biztosítanak a gyerekeknek. Első helyszínünk a Molnár Ferenc általános iskola volt. Sanyi, mit nézel a kamerában? A tábor június 15-én indult, most a 6. hét megy a táborban. A tábor augusztus 15-éig fog tartani, előzetes jelentkezés volt szükséges a táborhoz. Ehhez szükséges volt egy jelentkezési lap és egy egészségügyi nyilatkozat, mellyel a gyerekeket fogadtuk a táborba, és a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ finanszírozza a szülőknek, azt az étkezési díjat kell befizetni, amit évközben is fizettek az általános iskolában. Az előzetes jelentkezések alapján 100 és 130 fő között mozog a tábor létszáma, a gyermekek meg is jelentek ennyi fővel. Ebből van 20 gyermek, aki csak az étkezést veszi igénybe, és úgyhogy a szülők elviszik nekik az ebédet. Első osztálytól fogadjuk a gyermekeket egészen 8. osztályig bezárólag, és már amikor az óvodában nem működik a nyári tábor, akkor aki első osztályba jelentkezett, őket is fogadjuk a táborban. Főként az első-második osztályosok vannak többen, ők 60-70 fővel mozognak, 15 gyermekenként van egy pedagógus, akit tudnak biztosítani. A Molnár Ferenc általános iskola számos programot biztosít a táborozó gyerekeknek, többek között saját uszodával is rendelkeznek, amely nyáron is üzemel. A mindennapi programunkban benne van az uszoda használata is, az uszoda jelenleg még a jövő hét csütörtökig fog üzemelni, mert utána felújítás lesz az üzemeltetési részén. Kézműves foglalkozásokkal várjuk a gyermekeket, sportfoglalkozásokkal. Minden második héten biztosítanak nekünk buszos kirándulást. Már voltunk Vácott, voltunk a Velencei tón, voltunk túrázni a Pilisben, és még lesz egy programunk, ahol kisvasutazni fogunk menni a Budai hegyekben.
Ezen kívül volt már játszóház, ami jött ki hozzánk foglalkozást tartani, ott egy kalózkalandon vettek részt a gyermekek. Mivel többféle program is van, így a gyermek választhat, hogy melyik programon vesz részt. Persze vannak kötelező szabályok, amiket be kell tartani a testi épségük védelmében, de választhatnak, nem kötelező minden programon részt venni, ahogy az úszáson sem kötelező részt venni, de van olyan gyermek, aki most a nyár alatt, a 6 hét alatt tanult megúszni, mert a két úszómesternek sikerült megtanítania, előtte nem volt rá lehetősége. Az anyukám jelentett be, hogy jöjjek a táborba. Egy hetet nem voltam itt, mert voltam kempótáborban, de amúgy 5 hetet vagy 6 hetet voltam itt. Kézműveskedtünk, meg zsugorkát csináltunk. Anyukám azt mondta, hogy itt nagyon jó programok vannak. És igazat mondott anyukád? Igen. Mi volt a kedvenc programod? Az úszás. És miért? Mert egy meleg nap után jó fürödni. Mi egyebet csináltatok még? Kézműveskedtünk, kirándultunk. Sétáltunk, játszótérre mentünk. És várod már az iskolát, vagy még szívesen maradnál néhány hetet? Hát jó ebben a táborban, de már az osztálytársaim is hiányoznak. A Molnár Ferenc általános iskola után felkerestük a József Attila lakótelepi Vörös Sándor általános iskolát is, ahol szintén van nyári napközis tábor. Ebben az évben a nyári napközis tábor a Vörös Sándor általános iskolában, tehát 9 héten keresztül tart, augusztus 15-éig. 9 heten keresztül szeretettel várunk azok a 6 és 14 éves közötti gyerekeket, aki végül is szokványos környezetbe, iskolai környezetbe szeretnének időt tölteni. Változó a létszámunk, de átlagban 80 gyerek megfordul egész nyáron keresztül, tehát június elején kicsit többet, de most se csökkent a létszám, például jövő hétre 73-an jelentkeztek. Mindegyik szerdán 7-től 14-ig lehet befizetéssel jelentkezni ebbe a táborba, tehát befizet, megrendel az ebédet, akkor az jelentkezésnek számíthatunk. Ferencváros önkormányzat szerintem nagyon jó támogatási rendszerben működik és dolgozik. A szülőnek teljes befizetési összege 2250 forintba kerül, és ha természetesen szociálisan rászorultaknak még jobban segítenek, tehát ingyenes étkeztetési lehetőséget is biztosít a Ferencváros önkormányzat. Szerintem elég sok programban részt veszünk, tehát például kézműveskedni, ezt saját kollégáink biztosítanak a kézműveskedés, sportolási bajnokságokat, lehetőséget itt is táborterületen próbálunk megoldani. Ez már a 6. hét, amennyi ideje itt vagyunk, és jövő héten még jövünk, és akkor aztán megyünk el vasárnaptól nyaralni. 3 hete irattak be engem, azóta itt vagyok, és hát már tavaly is voltam, és nagyon megtetszett, és a barátok miatt is itt vagyok. A sportprogramok és a kirándulások mellett kézműves foglalkozásokat is tartanak itt a gyerekeknek. A zsinorok között minden szál között kell lennie egy gyöngynek. Amikor ez megvan, akkor ezt így le kell fogni, és minden gyöngyön át kell menni a tűvel, és nem szabad alul átmenni, csak felül szabad, és aztán meghúzod, és kész. Az Európa Liga második selejtezőjének visszavágóján hazai pályán nem sikerült kiharcolnia a Ferencváros csapatának a továbbjutást a horvát HNK Rijeka ellen. A mérkőzést követő sajtótájékoztatóról készítettünk rövid összefoglalót. A horvát HNK Rijeka elleni visszavágón 2-1-es vendéggyőzelem született a Puskás Ferenc stadionban, így a Ferencvárosnak nem sikerült a továbbjutás az Európa Liga harmadik selejtező körébe. A mérkőzést követően a csapatok vezetőedzői értékelték a pályán történteket. Gratulálok a játékosoknak, elégedett vagyok a játékukkal, azt hiszem, hogy jól játszottunk. Krsztánovics butasága miatt rövid időre kevesebben voltunk a pályán. Az a véleményem, hogy előre nézünk és készülünk a következő meccsre. Ez tényleg egy elég szerencsétlen összeesése volt a dolgoknak, hogy két ilyen erősségű csapata találkozott már az elején. Ferencváros ez egy jó csapat, egy ismert csapat, viszont úgy látom, hogy a új játékosok érkeztek, és ezeknek a játékosoknak meg össze kell tanulni, és össze kell szokniuk.
Mindenképpen gratulálok a Ferencvárosnak az igen korrekt és jó játékhoz, és sok sikert kívánok nekik a hazai bajnokság során. Ja, ich denke, dass wir... Úgy érzem, hogy jól kezdtük a mérkőzést, és az első 15 percben nagyon jól játszottunk. A problémánk az volt, hogy túl keveset teljesítettünk, nem játszott túl minket az ellenfél, nem támadott le, azonban sajnos az előrebb a játékunk elégtelen volt. Zu wenig Durchsetzungsvermögen haben. A tavalyi bajnokságra utalva azt tudom elmondani, hogy nagyon sok meccsünket 1-0 vagy 2-re nyertük. Azonban sajnos külföldön más szelek fújnak. Elmondtam a fiúknak is, hogy a magyar bajnokság fontos számunkra, hogyha majd eljutunk arra a szinte, hogy 1,5-2 millió euróért hozhassunk ide játékosokat, akkor a nemzetközi szinten is meg tudjuk állni a helyünket. A körzet önkormányzati képviselője Zombori Miklós, a Humán Szolgáltatási Iroda vezetője és munkatársai köszöntötték a közelmúltban a Rádai utcában élő 100. születésnapját ünneplő Vida Istvánné Izabella nénit. Tisztelt egyvegyültek! Novák Izabella, dr. Vida Istvánné 100. születésnapját ünnepeljük. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Bella néni a 100. születésnapi alkalmában. Izabella néni köszöntése számomra különösen nagy öröm, mivel tanárkollegaként köszönhetem, én is 32 évet töltöttem el ezen a pályán. Büszke vagyok többek között arra is, hogy az Izabella néni és az én édesanyám is pedagógusok voltak, így mind a két család egy pedagógus dinasztia. Bella néni 1914. július 14-én született, 13 évesen árva lett. Nagynénye nevelte, az angol kisasszonyok tanárképző főiskolát végezte Szegeden. Házasságot kötött dr. Vida István jogásszal 1939-ben, ellenkészít itt a közelben, Bakástéri tanulmányban. Háború után a Knédics utcai általános iskolába tanított, 1939 óta lakik Ferencvárosban, ahol most tartózkodunk. Egy hosszú életmunkát, eredményei elismerést és tiszteletet érdemelnek, melynek meg kell nyilvánulnia a társadalom részéről. A kormány rendeletet alkotott a szépkorúak köszöntéséről, és a miniszterelnök úr aláírásával ezt az oklevelet szeretném majd átadni. Vigyázzon magára! Igyekszem! Hogy sokáig ilyen jó egészségnek, szellemi frissességnek örülhessen. Hogyha visszagondol, akkor ön szerint melyik volt életének a legszebb időszaka? Amikor tanítottam, nagyon-nagyon szerettem tanítani. Az imént mesélt arról, hogy álmodni szokott. Mikről szokott álmodni? Fiatalnak, szépnek. Mindig átölel valaki, meg megcsókol valaki. Hát igaz, csókot kapok én a családomtól. De fiatal már nem leszek soha. És hogyha jól tudom, akkor nyaranta nem itt a Rádai utcában élnek, hanem vidéken. Nagyvázsonyban van a nyaralónk. Nagyon szép, gyönyörű kis kert, és ott a kutyus nagyon jól érzi magát. Kiültetnek a kertbe, és a madarak csiripelését olyan jó hallgatni. A véndiófa árnyékába megpihenni jó, jó, jó. Ferencváros friss híreivel jövő héten is várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!